többen dolgoznak, a megyében is javultak a foglalkoztatási mutatók. Befejeződtek a munkálatok, átadták a Mező utcai csomópontot Nyíregyházán. Új darab a Művész stúdióban, Arany János előtt tisztelegnek az előadással. Javultak a foglalkoztatási mutatók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A régión belül a legmagasabb a foglalkoztatottsági ráta, 57,9%-os. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! 27.779 fő regisztrált álláskeresőt tartanak nyilván, a munkanélküliek közel kétharmada szakképzettség nélküli. Idei utolsó rendesülését tartotta meg a megyei közgyűlés. A képviselők a megye munkaerőpiaci helyzetét vitatták meg, beszámoltak az idei évben végzett önkormányzati munkáról, valamint elfogadták a jövő évi munkatervet. Az év utolsó rendes közgyűlésén tárgyalták a megyei munkaerőpiaci helyzet alakulását. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legmagasabb a régión belül a foglalkoztatottsági ráta, 57,9%-os. A közfoglalkoztatás kapcsán elhangzott, a megye településein 30 ezer fő alá csökkent a közfoglalkoztatottak száma, ez a szám tavaly még 40 ezer felett volt. A megyei közgyűlésen azt mondták, a szám azért csökken, mert egyre többen térnek át a piaci munkavilágába a közfoglalkoztatottságból. A legnagyobb probléma pedig még mindig a szakképzettség hiánya. Ezért is indítanak több képzést a közfoglalkoztatásban, és a közeljövőben 5000 főt vonnak be. Van jelentős számú munkaerőtartalékunk, de ez nem elég képzett, illetve talán nem is elég motivált, hogy az elsődleges munkaerőpiacon vegyen részt. Ebben kellene nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk, hogy a nagyszámú, még mindig nagyszámú közfoglalkoztatottból minél több embert tudjunk átvinni az elsődleges munkaerőpiacra. Általános tapasztalat, ha a munkahelyi paktumról beszélünk, amelyben ugye a megyei önkormányzat is részt vesz, hogy arra panaszkodnak a cégek, újonnan betelepülő vállalkozások, hogy nem találnak kellő számú munkaerőt. Ez nyilván olyan szempontból jó folyamat, hogy a bérek emelkedéséhez vezet, hiszen ahhoz, hogy a külföldön dolgozó, vagy az ország más részein dolgozó munkavállalókat haza csábítsák, ezek a cégek magasabb béreket kell adni. Valóban egy munkaerő piaci, valódi piaci helyzet kezd kialakulni a munkabérek vonatkozásában, ez ilyen szempontból örvendetes. A Fidesz frakció tagjai üdvözölték a javuló foglalkoztatási eredményeket, és bíznak benne, hogy a most munkanélkül lévők is el tudnak helyezkedni a közeljövőben. Én abban tettem javaslatot, és abban jelentem a problémát, hogy most ugyebár az indikátorok, azok egy mennyiségi jellegű kérdéseket írnak elő, hiszen ezeknek az embereknek a munkaerőpiacra való átintegrálása közfoglalkoztatáson keresztül nyitnak kaput és lehetőséget. Itt egy mennyiségi mutató van, amelyeket használunk. Én abban látnám a megoldást, hogyha nem mennyiségi, hanem minőségi és teljesítménymutatók is szerepet játszanának a jövőt illetően, hiszen most már ebbe az irányba kell gondolkodnunk, amelyben olyan jellegű képzést, képesítést tudunk ezeknek az embereknek adni, hogy ténylegesen tudjanak beilleszkedni az elsődleges munkaerőpiacon. A szocialisták szerint a legnagyobb probléma a szakképzettség hiánya, amin a futó tanfolyamok sem minden esetben segítenek. Magyarország az európai konjunktúrát jól kihasználva valóban egy olyan helyzetben van ma, amikor nőtt a foglalkoztatottság, csökkent a munkanélküliség, és valóban sok közfoglalkoztatottból is lett immáron a verseny szélában foglalkoztatott az elmúlt időszakban. Ugyanakkor azt látjuk, hogy nagyon sok olyan állás van jelenleg már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, amit nem tudnak betölteni szakképzett munkaerővel. Itt látunk hiányt a szakképzésben, bizonyos hiányokat, és úgy látjuk, hogy ez a folyamat, ez korlátosan fog tudni már a továbbiakban csak megvalósulni, nevezetesen, hogy a közfoglalkoztatásból az üzleti szektorba menjenek át emberek. Napirend előtt a jobbikos képviselők a megyei büntetés-végrehajtási intézményekben uralkodó állapotokról és a férőhelyek hiányával kapcsolatban emeltek kifogást, valamint kérdést tettek fel az ígért két új intézmény helyzetéről. A testület ugyan elfogadta, de a Jobbik nem támogatta a megyei roma önkormányzattal való együttműködési megállapodást.
Hiányoltuk azt, hogy magának a nemzetiségi megyei önkormányzatnak a vezető egyetlen egy alkalommal sem tisztelte meg ezt a megyei közgyűlést a jelenlétével, akkor, amikor az őket érintő előterjesztéseket tárgyaltuk át. Ez egyrészt én azt gondolom, hogy nekem személy szerint, vagy nekünk, mint képviselőknek, megyei önkormányzati képviselőknek egyrészt rendkívül visszás és rosszul is esik, hiszen azért kötjük ezeket a szerződéseket ezzel a szervezettel, illetve ennek a szervezetnek a képviselőivel, hogy igyekezzenek a cigányság helyzetén javítani, igyekezzenek a roma embereknek a mindennapi megélhetésében valamifajta előrelépést tapasztalni, elérni, és bevalljuk az igazat, hogy ezt a fajta partneri viszonyt mi nem tapasztaltuk. Az ülésen több cigány szervezet képviselő is részt vett. Felszólalásukban elmondták, fontosnak tartják az ügy rendezését, illetve a hatékonyabb érdekképviseletet. A testület ülésen résztvevő Nemzetközi Roma Unió képviselőinek a közgyűlés elnöke adott szót a témával kapcsolatban. A cigányság felzárkóztatása és az integráció kapcsán hangsúlyos és ugye egyben megkerülhetetlen az, hogy azok a választott vezetők, akik a megyei szinten is képviselik a cigányságot, jelenjenek a bizottsági üléseken, vegyenek részt azokon az üléseken, ahova őket meghívják, és álljanak ki a cigányságért. A közgyűlésen a megyei önkormányzat támogatását biztosította Debrecen városának a 2023-as Európai Kulturális Főváros címhez. Az ülésen elhangzott, a jövőben a meglévőnél is szorosabb együttműködés akarnak folytatni minden területen. Befejeződtek a munkálatok, átadták a Mező utcai csomópontot Nyíregyházán, az átépítés során új sávokat alakítottak ki, és megkönnyítették a jobbra kanyarodást a Tiszavasvári út felé. A beruházásra nagy volt az igény, ugyanis ez Nyíregyháza egyik legforgalmasabb szakasza. Az év végére tervezték, és csütörtök délután át is adták a megújult Mező utcai csomópontot Nyíregyházán. A beruházást 430 millió forintos hazai forrásból finanszírozták. Az átadáson Vinnai Győző országgyűlési képviselő úgy nyilatkozott, ez a fejlesztés mintegy 50 ezer ember mindennapi közlekedését segíti, mivel többek között a Tiszavasvári járásból és a Kertvárosból érkezők is ezen a szakaszon közelítik meg Nyíregyházát. A város polgármestere hozzátette, már régóta nagy igény volt az átépítésre. Nagyon-nagyon időszerű volt, és nagyon örülök, hogy megvalósult. És ebben az irányban van még két tervezett beruházásunk, az egyik a Derkovics utca Tiszavasvári úti csomópont a felüljáron túl, amit még inkább indokolni fog a megépítendő atlétikai centrum várható forgalom növekedése, ezt követően pedig a Szélsőbokori útnál egy körforgalmat is terveztünk, a pályázatokat már beadtunk. A Mező utcai csomópont átépítésének célja az áteresztő képesség növelése volt. Ennek érdekében jobbra kanyarodó sávokat építettek, a Betlen utca egy-egy sávval bővült, a Vasgyár utcánál pedig kialakítottak egy jobbra kanyarodó sávot. A közeljövőben tovább folytatódik a nyíregyházi közlekedés fejlesztése. A következő útfejlesztés Nyíregyháza vonatkozásában a Nyíregyháza nyugati elkerülő 3-as 4-es üteme lesz. A kivitelezést tervezetten jövő év tavaszán kívánjuk elkezdeni, és mintegy 2 esztendő alatt kívánjuk befejezni. Ezáltal elfogjuk azt a kitűzött célt érni, hogy egészen a 38-ason úton túl egészen Nyírszőlősig a nyugati elkerülő megépül. Nem ez volt az egyetlen közlekedési fejlesztés Nyíregyházán az elmúlt években. Többek között megépült a körforgalom a Víztoronynál, és kiszélesítették a Szegfű utcát is a megyeszékhelyen. Minden idők legsikeresebb nemzeti konzultációja zárult le, hangzott el a Fidesz nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Vinnai Győző és Tilki Attila kiemelték, rekordszámú több mint 2,3 millió konzultációs kérdőív érkezett vissza, postai vagy elektronikus úton. A politikusok elmondták, a részleges feldolgozás adatai alapján a válaszadók elsöprő többsége nemet mondott a soros tervre. Vinnai Győző hangsúlyozta, mindez megerősíti azt, amit személyesen is tapasztalt. Nap mint nap azt érezzük, hogy szeretnének megmaradni magyarnak, szeretnének biztonságos országban élni, szeretnék azt az életet élni, amely talán most az elmúlt évek munkája során, közös erőfeszítése során lehet azt mondani, hogy egy picit sikerült előrelépni egyről a kettőre. Nagyon sok munka van még, és azt gondolom, hogy az emberek többsége a migrációs kérdés nagyon fontosnak tartja, és nekem olyan visszajelzések jöttek, hogy tartsunk ki, biztatnak bennünket, hogy ezt az álláspontot keményen és következetesen képviseljük Brüsszelben.
Egyre kevesebb a szakember vízügyes területen, ennek népszerűsítésére indított roadshow-t az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara. A képzés stabilizálódott, a munkatársakat pedig az életpályamodell segíti. Utóbbinak köszönhetően szeptemberben bérfejlesztésre is lehetősége volt az OVF-nek, ezt pedig januárban is folytatják. A nyíregyházi Évízbe is ellátogatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az elmúlt hónapban az ország 10 középiskolájában jártak, olyan intézményekben, ahol a vízügyi képzésnek hagyománya van. Az OVF és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara együttműködve próbálják népszerűsíteni a vízügyi képzéseket. Ennek része, hogy a korábbi Bajai Vízügyi Főiskola stabilizálódott, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez került és önálló karként funkcionál, de létrehoztak egy saját tervezőbázist és felnőtt képző intézményt. Ezzel a kínálattal keresik a végzős középiskolásokat, közölte Somjódi Balázs főigazgató 35 perc című műsorunkban. Szó, hiszen nem csak az egyetemi szintről és az egyetemi képzésről van szó, hanem a képzési rendszernek az alap, a közép és a felsőfokú részeiről is, illetve nyilván a vízügyi ágazat utánpótlásáról. 3 éve kezdtünk el tudatosan foglalkozni az utánpótlás kérdésével, hiszen nagy mértékű kiöregedés és elvándorlás volt tapasztalható a vízügyben, és ezért az elmúlt 3 évben tudatos lépéseket tettünk annak érdekében, hogy ezt a folyamatot elkezdjük visszafordítani, hiszen ez nem megy egyik napról a másikra. A 3 éves folyamat része volt a bérfejlesztés is. Szeptemberben már volt egy felzárkóztatás, ezt januárban folytatják. Egy kormánydöntésnek köszönhetően lehetőséget kaptunk arra, hogy a vízügyi életpályát kialakítsuk, amihez a megfelelő forrásokat is megkaptuk, hiszen egy nagyjából 30%-os bértömeg növeléshez jut az ágazat, csak nem 30%-kal több forrás áll rendelkezésre, hogy ezt az életpályát kidolgozzuk annak érdekében, hogy a legfiatalabbaktól, és itt nem is feltétlenül, ahogy ön is mondta, nem is feltétlenül már a ágazatba kerüléstől számítandóan, hanem már a főiskolai életbe bekapcsolódva ösztöndíjakkal, duális képzéssel is segítsük ugye a kollégákat, és ez az életpálya innen kezdődően kialakuljon. A vízügy működése egyedülálló abból a szempontból, hogy szinte minden területről szükségük van szakemberre, de alapbázisuk az építőmérnökök és a vízépítőmérnökök. A legmodernebb technológiával dolgoznak. Erre a főigazgató azt a példát hozta, hogy egy töltészakadás esetén egy laptop segítségével meg tudják határozni, hogy a víz merre folyik majd, mikor ér el egy olyan helyre, ahol vagyoni értékeket vagy embereket veszélyeztet, és hogy mikor tudják ezt megakadályozni. Így szinte minden műszaki tudományokban járt a szakember a segítségükre lehet. Az Országos Vízügyi Igazgatóság létrehozta az első nemzeti vízstratégiát hazánkban. Ez a Kvassai Jenő terv. A 300 milliárd forintos projekt 30 éves távlatban jelölte ki a feladatokat. Ebben kiemelt szerepet kapott a Felső-Tisza-vidék. Több újdonság is várható 2018-ban a kafetéria juttatások terén. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a dolgozók körében az étkezésre költhető elemek továbbra is a legnépszerűbbek. 3 újdonság lép életbe 2018-ban, a munkáltató beszállhat az öngondoskodó juttatásokba. Ezen a területen az EHO csökkenés mintegy 3%-os közteher csökkenést eredményez majd. A béren kívüli juttatások közterhe a 34,22% marad, ide sorolandó a pénzösszeg juttatás 100 000-ig és a Széchenyi pihenőkártya. Az adómentes juttatások területén a sportrendezvényekre szóló, valamint a kulturális szolgáltatásra szóló lépő jövőre is ugyanúgy használható, mint idén. Használható lesz az óvodai, bölcsődei térítés is, munkáltatói támogatással a lakáshitel és a lakásvásárlás támogatása is. Új darab a Művész stúdióban. Több mint 50 Arany János vers részlet és Petőfi levelezés hallható az Aranymetszés című darabban. Az előadást Rák Zoltán rendezte, számos vers élőzenei kíséretet kapott, amellyel a rendező szeretné Arany János műveit közelebb hozni a fiatalabb generációhoz. A Művész stúdióban látható előadás tisztelgés a 200 éve született költő előtt. Három a kezében munka úgy van.
Több mint egy éves munkafolyamat gyümölcsét láthatja december 15-én 20 órától a nyíregyházi közönség. Az Aranymetszés című előadást a Móricz Zsigmond Színház kiváló színésze Rák Zoltán alkotta meg a Művész Stúdió színpadán. Mindenki emlékezetében ott él egy-egy aranyidézet, azonban a rendező számára más miatt is fontos a darab. Nagy Szalontán születtem, akárcsak Arany János, és valahogy a neveltetésben ez úgy részemmé vált mindennapjainkat, tényleg óvodában, kisiskolában, tehát Arany János és a költészet az hangolta az egész gyermekkoromat, és akkor talán így. Azt éreztem most, hogy 200 éve született Arany János, hogy ez egy misszió a részemről, igenis adóznom kell felé. Az előadás során hallható néhány vers teljes egészében, több mint 50 részlet és számos Petőfi levelezés dialógus formában. Az utóbbit Gulácsi Tamás és a rendező Rák Zoltán, mint Arany János adják elő. Pregicer Fruzsina és Dési Darinka is idéz a nagyszalontai költőtől a darabban. A szöveg kialakításában a színház irodalmi munkatársa Karádi Zsolt segített. A darabot úgy alkották meg, hogy ne csak az idősebb arany rajongók élvezzék. Fiataloknak kifejezetten szerettünk volna kedvezni ezzel. Pontosan azért, mert minden fiatalban az a tudat él, hogy Arany János, egy bácsika szöveggyűjteményben ott van, idősképp mindig, és akkor unjuk, utáljuk, toldit kell tanulni, balladákat kell tanulni, érettségizni kell, és pont ezért gondoltuk azt, hogy egy picit a humorosabb részei felől is megközelítjük, meg olyan versei és olyan munkái felől, amit nem igazán ismerhetnek, például az a Petőfi levelezések, ami szintén nagyon izgalmas. Sok verset meg is zenésítettek. Az így született dalok között van funky és rock is, ezzel még közelebbi vétéve a fiatalok számára az előadást. Az Aranymetszés december 15-én, pénteken 20 órától láthatja a közönség a Művész Stúdióban. Októberben a bölcsödék és az óvodák tűzvédelmi helyzetét vizsgálta meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A megyében összesen 79 hatósági ellenőrzést tartottak az említett intézmények területén, amelyek során 91 hiányosságot tártak fel. A tűzvédelmi dokumentációkkal kapcsolatosan találtak adminisztratív jellegű hiányosságokat. A hiányosságok megszüntetése érdekében a kirendeltségek 32 esetben hatósági felhívást küldtek az ügyfeleknek. Összességében megállapítható, hogy a vizsgált óvodák és bölcsödék tűzvédelmi helyzete javult, áll az igazgatóság közleményében. Arannyal zárta az évet Kovács Richárd, az NVSC Big Boxing versenyzője a felnőtt országos ökölvívó bajnokságon, a 64 kg-os súlycsoportban bizonyult a legjobbnak. A döntőben a tavalyi bajnokot Fodor Milánt győzte le. Hat új bajnokot avattak a 94. Papp László felnőtt férfi országos ökölvívó bajnokságon. Az újpesti Halassi Olivia sportcsarnokban rendezett megmérettetésen 16 klubból kerültek ki a döntősök, akik között ott volt az NVSC Big Boxing versenyzője is. A 64 kg-osak között Kovács Richárd menetelt a fináléig, ha csupán az eredményeket nézzük, akkor viszonylag könnyedén. Két összecsapását ugyanis egyhangú pontozással 5-0-ra nyerte Dévényi Dominik és Szárcia Nikola ellen, míg Novák Ádám feladta a küzdelmet. Összességében azért a négyből három mérkőzés az elég komoly volt, színvonalban is, illetve iramban is. Tehát az első mérkőzésén is egy nagyon jó ellenfelet kapott. A második az ugye az feladás volt, aztán az elődöntőben szintén egy kájsis versenyző, akivel komoly három menetet boxoltak. A döntőben aztán a tavalyi bajnok Fodor Milán várt Ricsire. A két ökölvívó edzésen már kesztyűzött egymással, azonban téttel bíró meccsen először léptek egymás ellen szorítóba. A két bunyós összecsapása végül látványos, igazi harcos küzdelmet hozott. Azt tudtuk a Milánról, hogy nagyon jó állóképességgel rendelkezik, sokat üt, szereti a közelharcot, annak ellenére, hogy kicsivel magasabb, mint Ricsi, de közelről érzi jól magát, és rengeteg felütést öli a testet, ahogy mondani szokták. Hát az volt a taktika, hogy minél kevesebbet megállni lábon, kívülről beleverni, elmozogni, ha jön, leforgatni, megfogadni. Az első menet az tökéletesen így alakult, a második menetben már azért Ricsi is megállt egy kicsit adok-kapokba, és onnantól kezdve nagyon látványos lett a mérkőzés. Szerencsére neki voltak a sokkal tisztább és hatásosabb, hatékonyabb ütései, és úgy gondolom, hogy ezzel tudott nyerni. Kovács Richárd tavaly egy csúcsoporttal lentebb ezüstérmet szerzett, idén azonban számos nemzetközi mérkőzéssel és jó eredménnyel a háta mögött, mindenképp az arany volt számára a cél.
Megmondom őszintén, én nagyon bíztam ebbe a győzelembe, és ugye négy napos volt ez a verseny, mind a négy nap kellett küzdenem. Én a döntőt éreztem a legjobb mérkőzésnek, de hál' Istennek meg tudtam oldani egy jó taktikával, amit a közösen az edzőmmel Nagy Lajossal megbeszéltünk, így nagyon örülök ennek a győzelemnek, meg valamilyen szinten úgy érzem, hogy ezt ennyi nemzetközi verseny után ez az év igen sűrű volt, úgymondva, és ezt valamilyen szinten kötelességnek éreztem ezt a országos bajnokságot hozni. Ricsi így sikerrel búcsúzik az amúgy is eredményes évtől, most pedig rövid szünetet követően másfajta kihívás áll előtte, ugyanis az egyetemen kell a vizsgákon helyt állnia. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Javultak a foglalkoztatási mutatók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a régión belül a legmagasabb a foglalkoztatottsági ráta, 57,9%-os. A regisztrált álláskeresők közel kétharmada szakképzettség nélküli. Az idei utolsó ülését tartotta meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés. Befejeződtek a munkálatok, átadták a Mező utcai csomópontot Nyíregyházán. Az átépítés során új sávokat alakítottak ki, és megkönnyítették a jobbra kanyarodást a Tiszavasvári út felé. Egyre kevesebb a szakember vízügyes területen, ennek népszerűsítésére indított roadshow-t az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara. Az OVF a nyíregyházi E-vízben is járt. A képzés stabilizálódott, a munkatársakat pedig az életpályamodell segíti. Új darab a Művész stúdióban, több mint 50 Arany János versrészlet és Petőfi levelezés hallható az Aranymetszés című darabban. Az előadás pénteken debütál. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, tudósításainkat elérik honlapunkon is. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap borongós, esős időre számíthatunk, többnyire nagy nedvességtartalmú, eleinte enyhe, majd péntek délutántól hidegebb légtömegek érkeznek fölénk. Az előttünk álló éjszaka többnyire erősen felhős vagy borult lesz, de átmenetileg felszakadozhat a felhőzet. Eső, zápor előfordulhat. A délnyugati szél időnként megélénkül. Reggelre általában 1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég, kezdetben párás lesz a levegő, majd fokozatosan kitisztul az idő. Eső, zápor várható. A délnyugati, majd északnyugatira forduló szél megélénkül, időnként megerősödik. Délutánra 7 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben. Szombaton eleinte még többfelé számítani lehet esőre, a hegyekben helyenként havas esőre, hóra, majd a délutáni esti óráktól csökkenni kezd a felhőzet. A hét utolsó napján változóan felhős időjárásra van kilátás, több órás napsütéssel, csapadéknak kicsi az esélye. A jövő hét első felében egyre több lesz felettünk a felhő, és helyenként hószállingózás, gyenge havazás is előfordulhat, csípősebbek lesznek az éjszakák, és gyengül a nappali felmelegedés.